Köszöntöm a videó nézőit, engem Kopcsák Lászlónak hívnak, január óta tanítok itt a Bartók Bőzen iskolában. Pár szót szólnék a hangszerről, ez a szaxofon, ami a kezemben van, az alt szaxofon. Ezen tanulnak meg a gyerekek először tanulni, játszani rajta, mert ez nem olyan nehéz, tehát kisgyerekek is tanulhatnak rajta már kiskorban. Magát a hangszert Adolf Sax, belga hangszerkészítő találta fel 1846-ban. Maga a hangszer több részből áll, maga a test, az úgynevezett pipa, amire ráhelyezzük a fúvókát. Fúvókára tesszük rá a nádat, a kis nádlapocskát, és a nádlapocskát pedig egy szorítóval helyezzük fel, rögzítjük. Szeretnék két zeneművet eljátszani, egy rövidebbet, egy hosszabbat. Először egy nagyon szép magyar népdalal kezdeném, Megyen már a hajnal csillag. A másik Werner Leó rókatáncából részlet. Ez is mutatja, hogy milyen lehet lírai dalokat is, és virtuóz gyors darabokat is milyen hatásosan előadni ezen a hangszeren. Sok stílusban terjedt el, használatos a hangszer, többek között komoly zenében is. Magyarországon nem annyira elterjedt, de azon dolgozunk, hogy ez még inkább népszerű legyen, nem csak jazzben vagy szórakoztató zenében. A zeniskolában heti 2-30 perc óra a szaxofonóra, és emellett van zenekari gyakorlat is, több fúvózenekar működik iskolánkban, ami nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek az együttzenélés örömében együtt legyenek, átéljezzék, és így tanuljanak egymástól is. Aki kedvet kapott hozzá, akinek tetszik a hangszer, azt sok szeretettel várom szeptembertől.